és üdv újra! Ebben a videóban megint csak egy rövid gyakorlatot szeretnék bemutatni nektek, hogy az előző videó egy recept videó volt, és mondtátok is, hogy tök jó volt, tehát hogy jó lenne, hogyha még ilyen lenne, de most egy kicsit gyakorlatilisabb legyen ez az oldal is, megpróbálok minél több ilyen gyakorlatilis receptes praktikákat megosztani, és a weboldalamon is úgy van most, hogy három kategóriát alakítottam ki, amiben az egyik van, egybe tartozik az életmód, van a második része, ami csak is kizárólag a meditációra koncentrálódik, tehát abban csak is kizárólag az összes meditációt, amit eddig csináltam, gyakorlatokat, azokat gyűjtöttem össze, és a harmadikból pedig vannak az ilyen utazásos tippek, tehát majd abban még fogok még egy másik videót is készíteni, kicsit átláthatóbb legyen az oldal. És most pedig egy légzés gyakorlatot ígértem, amit pont most szeretnék elvégezni. És ezt otthon is egyébként meg tudjátok csinálni, de teljesen egyszerű. De elsősorban azért is jó a légzés gyakorlat. Majd erről fogok még írni, illetve írtam már azt hiszem, mert sokan nem tudják azt, hogy mennyire fontos maga a légzés, és az, hogy helyesen lélegezünk. És erre különböző technikák vannak, mégpedig én magam is használok különböző technikákat. És egyszer már megosztottam egy légzésgyakorlatot, ami szerintem egészen hasznotokra lehet. És ez a légzésgyakorlat igazából energiát adó légzésgyakorlat, tehát az igazából akkor szoktam használni, amikor például reggel van most nálam, korán reggel. És hogyha szeretném, kicsit még ilyen álmos vagyok, meg nem igazán tudom, hogy mi vár rám, meg stb. Meg hogyha mondjuk te munkába vagy suliba vagy akármi, és nincsen energiád, nagyon nyomottnak érzed magad, akkor például ez a gyakorlat nagyon sokat tud segíteni. És ez tulajdonképpen a egyszerű maga a gyakorlat, kicsit hülyén néz ki, azt tudom, de hogyha mondjuk találsz vagy elvonulsz egy pár percre, mondjuk a WC-be, vagy valahol, ahol nem zavar senki, akkor ezt el tudod végezni. Tulajdonképpen annyi a feladat csak, hogy valahová leülsz, meg is csukhatod a szemed, de ki is nyitva, is hagyhatod. És tulajdonképpen az a lényeg, hogy nagyon gyorsan veszünk nagyon mély lélegzeteket. Tehát megpróbálod a levegőt nagyon mélyen a szádon keresztül beszívni. Tehát kicsit csicsörítesz a szádod ellen. Így. Tehát, hogy minél a levegő minél kisebb lyukon tudjon beáramolni a szádba. Hát mindenféleképpen fontos, hogy nagyon kicsiket és nagyon gyorsan kell lélegezni. Ez 30-szor minimum el kell végezni, nagyon-nagyon sokszor és szaporán. Majd pedig a 30-at számolsz 30-ig közben, és a 30-nál pedig veszel egy nagyon mély lélegzetet, és visszatartod. És addig tartod vissza, ameddig csak tudod. Lehet, hogy ha már tényleg nagyon nem bírod visszatartani, akkor fújod ki a szádon keresztül, nagyon szépen lassan. Én most el fogjuk végezni ezt a gyakorlatot, legalábbis én, és otthon is el tudod ezt végezni. Szóval a lényeg az, hogy 30-at számolsz, és visszatartod a levegőt, majd pedig kifújod. Szóval ennyi lett volna ez a gyakorlat, amit láthatjátok. Rendkívül hatásos egyébként, hogyha az ember minél többször csinálja. Én konkrétan mindig érzem azt, hogy minél többször csinálom, és amikor vissza kell tartanom a lélegzetemet, akkor egyre tovább tudom visszatartani a lélegzetemet. Tehát volt, amikor már 2-3 percen keresztül kibírtam levegő vétel nélkül, ami egészen elképesztő. Mindig érzem, amikor csinálom, hogy konkrétan nagyon nagy melegség fog el, és utána pedig kicsatanó energiával tudom kezdeni a napomat, szóval mindenféleképpen próbáljátok ki, és hogyha tetszett a videókat, természetesen lájkoljátok, megoszthatjátok, illetve fel is iratkozhatok a csatornámra, majd lesz máskor is ilyen gyakorlat. Szóval ennyi lett volna mára, és szép napot nektek!